Egy hete zárult le a népszámlálás első szakasza. Az országos átlag szerint a lakosok 40%-a töltötte ki az online nyomtatványt, ez az arány Sepsiszentgyörgyön viszont 80% volt, mondta Antal Eper polgármester mai sajtótájékoztatóján. A sepsiszentgyörgyi lakosság kétharmadának, 68,5%-ának sikerült érvényesen kitöltenie a kérdőívet a népszámlálás online szakaszában. Ezzel a város a megyeszékhelye közül országos elsőnek bizonyult. Most a népszámlálás második fordulójában a sepsiszentgyörgyiek 31,5%-át kell saját otthonában személyesen felkeresniük a kérdezőbiztosoknak. Antal Árpád polgármester kérte, mindenki fogadja őket. A népszámláló biztosok az önkormányzat munkatársai, és igazolvánnyal bizonyítják, hogy megbízhatnak bennük. Ha valakit nem találnak otthon, akkor a kilincsre egy kis szórólapot fognak akasztani. Ezen a szórólapon szerepel a telefonszáma a kérdezőbiztosnak, a népszámláló biztosnak. Az a kérésem, hogy ezt a telefonszámot hívják fel, és egyeztessenek időpontot, találkozzanak, és töltsék ki a kérdőíveket. A kérdezőbiztosok többsége beszél magyarul, tehát könnyen kommunikálhat majd velük az is, aki nem biztos a román nyelv tudásában. Az előjáró hozzátette, összességében elégedettek lehetnek azok a megyék, ahol a magyar lakosság aránya számottevő. Mind a 7 magyar lakta megye az első 13 helyen belül van országos szinten. Közülük is Brassó megyeiek teljesítettek a legjobban, második helyen Hargita megye, harmadik helyen pedig Háromszék végzett, a népszámlálási kérdőíveket online kitöltők aránya szerint.